Szevasztok, Marcell vagyok. És ez itt a Túlélni apámon következő videója. Ebben a videóban eljöttünk Okacsimacsiba, itt vagyunk Tokióban. És ja, errefele melózok. Most is rajtam a jó kis régi szétszakadt fuvarostáskát, de basznak újat adni. Úgyhogy ez most így is marad. És ja, itt fogunk most flangálni egyet Okacsimacsiban. Ez egy egészen jó pofa környék, tele van emberekkel, meg mindenféle üzletekkel, éttermekkel. Ja, úgyhogy nézzünk is körül. Semmi témával nem készültem, úgyhogy fogadjátok el, hogy ez most egy ilyen vlog lesz. Látjátok, szarásig van emberrel. Ja, most éppen lófasz nincsen, nemhogy fuvar, úgyhogy gondoltam, ha már erre felé vagyok, akkor megmutatom ezt is. Ez egyébként Akihabarától északra van, 2 perc biciklizéssel. Ez az Ueno Park és Akihabara között van. Az is elég jó hely, de szerintem nincs annyi aksi most a gimbalban, hogy tudjak Ueno Parkról normális videót csinálni. Szerintem az következő alkalommal lesz. És egyébként most a Halloween hétvége van, úgyhogy az is lehet, hogy holnap kinézek Shibuyába, mert lehet, hogy lesz egy fasz a zombi walk. Ha kijutok, akkor azt megnézem. Csak onnan fasza lesz hazatekerni. Mert az azért elég messze van még innen is. Shibuya szerintem egy ilyen jó 10 km innen. És arra felé már kurvára hegyes, völgyes, dombos az egész környék. Remélem hallotok azért engem rendesen, mert itt azért elég nagy a hangzavar. Gyanítom, hogy feltűnt. És ja. Mondtam, nem készültem semmivel, úgyhogy random fasságokról fogok csak beszélgetni, vagy beszélni nektek. Ott egy jó kis régi stílusú izéke, étterem, baszás, hol a kamerám. Ott az elég jó, mindjárt megnézzük közelről, hogy mi is az. Csak váltson át a lámpa. Emberek szarásig. Ja, itt ez a környék, ez ilyen. Ezért nem szeretek egyébként errefelé feljönni, mert itt húrosak az emberek, és nagyon nehéz közöttük manőverezni biriglivel. Most így leraktam a biciklit, így egy kicsit jobb lesz. De ja, nem sokára megyek vissza fuvarozni. De addig is nézzük meg, hogy nőság van errefelé. Mit lehet tudni a helyről? Szerintem már igazából elmondtam, szarásig van éttermekkel és holtokkal és sok az ember. De igazából szerintem ugye ennyi. Ezt mind érdemes tudni róla. Vagy már ez zöld a baszom anyádat. Na azért. Most megnézzük ezt az izét, aztán bemegyünk abba a sétáló utcába. Lehet, hogy több sétáló utcába is bemegyünk, de... Na, valami nagyon pofázik közben. Azt mondja, hogy mi ez itt ez? Nézzük meg. Hát ez itt ez, meg mi ez itt ez? Behozza, behozza. Okay. Ja. Nem tudom, mi ez. Jó, az.
faszom tudja. Na, ez azért szerintem már egy kicsit jobban néz ki, ez a környék, mint Kunavasinak a igazából az egyik fő utcája. Na, melyikbe menjünk be ebbe? Nincs sok ember, szerintem ez nem annyira izgalmas. Vagy a másikba, valószínűleg a másik az jobb lesz. Mert itt Japánról tudni kell, hogy ahol sok az ember, az általában jó, legalábbis nekik. Lássuk, mi van itt? Óra, tessék, vegyetek órát. 3 millió forintért. Vagy nem, majdnem 4 vagy 4,5, azt tudja, mennyi most. Majdnem 3 forint egy ilyen. Ja, akkor 4 millió forintos órák. Szevasztok. Ez azok, amikről beszéltem, hogy tele vannak ilyen világító geciségekkel az utca szélei, és igazából, amint látjátok, csak ilyen kis faszlámpák vannak, tehát ezzel nem sokat világít be az ember, és ráadásul eléggé távol is egymástól. Úgyhogy, ja, főleg ezekkel a cégérekkel, meg ilyen hülyeségekkel világítják be a környéket. Na már itt a Halloween mindenek. Mindennél ki van téve. Általában ilyenkor akciók is vannak. Tudom, valami... amerikás bolt. Mindenféle... mindenféle minden... táskák! Csak táskák? Leginkább táskák. Katsuk. Mi mennyibe kerül? Nem fogom megmondani, hogy pontosan mi van, meg mennyi, de az árakat látjátok, tehát... cipő volt... ja... étterem... ja, ne, igazából én ezt, főleg ezt szeretem Japánban. Ezeket a dolgokat. Ilyen sétáló utcák, ilyen félig fedettek. Jó, majdnem nekem jött a bácsi. Import. Ízék, figyferék. Ruhák, pólók. Rockcuccok. Vén, tessék. A haveromnak itt kell keresnem egy kisztes pólót, ha van. Megkért már rá egyszer, csak... majd visszafel, amikor már nem veszem föl. Vagy majd legközelebb járok erre azért hétvégente. Csak ritkán állok meg. Ja, ez itt a ruhás szekció. Bezártak egy párat a korona miatt, meg itt... ja, igen, korona. Kíváncsi van írva, hogy korona miatt megszűnt, de valószínűleg itt építenek majd valami újat. Na, ezt azért látjátok legalább, hogy mi van mennyire. Nézhetitek szép lányokat is, ha tényleg szépek. Hát, határeset. Pekalinók árulnak. Pacsinkó, majd egyszer bemegyek egy ilyenbe is videózni.
az tervben van már. Ilyen utazótáskás stand meg. Ja, látjátok, tehát igazából olyan, mintha egy bevásárlóközpontban lennék, csak kint az utcán. És ez azért ad egy elég jó hangulatot az egésznek. Meg látjátok, van háttérzenénk is közben. Menjetek már ki a képből. Ne köszöngessé. Yeah. Jó lenne, hogyha a ruháknak most már vége lenne, és valami más is lenne. De jó, látjátok, tehát ilyen 500 méteren keresztül árulgat mindenki mindenféle ruhákat. Sok árus egyébként ugyanattal az importőrtől hozza. Úgyhogy, jaj, én azt mondom, hogy a boltok felében találsz más cuccost. Na, itt innentől vége lesz. És újra éttermek és mesze. Korona, meg minden. És az itt. Egyébként nappal eddig is ez volt, csak 8-kor be kellett zárniuk. Most 9-kor, vagy egyáltalán nem kell. Szia, Mia! Jobb oldali kislány nem volt túl ronda, hogy úgy mondjam. Itt próbálj meg közlekedni közöttük biciklivel. Én szoktam. Nem túl jó. Főleg, hogy most konkrétan nincsen se ebédidő, se vacsoraidő, ugye kettő között vagyunk. És amint látjátok, így is szarásig van. Most mire leszek? Ja, megvan. Beszélni fogok egy kicsit az itteni étterem kultúráról, hogy is működik. Most látjátok, mit tudom, mondjuk van itt egy ilyen étterem, és ezek kiküldik vagy a pincéreket magukat, vagy van rá külön emberük, hogy kijöjjenek szórólapjaikkal, föl vannak szerelkezve ilyen a walkie-talkie-szerű cuccossal, és kijönnek, na, mindjárt mondom csak ezt. Takarodjon el a vonat. Keci, mekkora vonat vagy? Szóval ezek kiküldik ezeket az embereket, hogy zaklassák a járókelőket, hogy menjenek be az ő éttermükbe. És van olyan, hogy Geci, most meg ezt sipálkod. Biztos meglátta, hogy videózok ezért bekussolt. Ott a túloldalon egyébként onnantól kezdődik UNO. Úgyhogy ezt most ki is hagyjuk. Szóval kihozzák az embereket, hogy zaklassák járókelőket, hogy menjenek be az étterembe. És van, hogy 200 méteren keresztül követik őket. De nagyon, nagyon jó izénk van. Visszafele megyünk ezen az úton. Menj be, mert nagyon jó a sörünk, meg tudom, happy hour van, hogy olcsó. Akkor akármicsoda általában a pia, meg úristen, meg léci. És ők igazából ezért kapják a fizetésüket minden egyes általuk behívott vendég után, hogyha valakit sikerült becsábítaniuk, akkor felhívja a izén, a kis szarságján a szakácsot, vagy a főnököt, vagy valakit, hogy megy be két ember, vagy három, vagy négy, vagy akármennyi, és ő azok után kap valamennyi pénzt. Úgyhogy ezek elég durván rámennek, hogy beinvitáljanak, különben nem sok pénzük lesz. Kapnak valamennyit, egyébként valami nagyon minimális órabért, de ha nem tudnak beinvitálni senkit, akkor abból ők nem sok mindent raknak el.
korona, mi? Egyébként. Lefényképezett a srác, úgyhogy kapott egy peace jelet tőlem. Mi van itt? Fejezzük meg. Oké. Ezt az étteremtípust, ezt vágom. Mennyibe kerül? Nem borzasztó. Ugye, ha ők hajtanak, hogy bemenjél, már különben éhen vesznek. Azért hozzá kell tenni, hogy ezek általában diákok meg egyetemisták, tehát szülőkkel élnek többnyire. Nézzünk el erre? Jó, nézzünk el erre. Rádumáltatok. Tehát szülőkkel laknak, és annyira nincs sok problémájuk. Ide egyszer el fogok jönni. Egy jó kis kebabos. És van vízipippancs. Ide el kell jönni. Hú, de jó illata van, meg is kívántam a vízipipát. Kár, hogy nem hoztam ki magammal a sajátomat Japánba. Na, és... Hey! Friends! What are you doing? Just video! Okay, bro! Úgyhogy, ja! De visszatérve itt a koronára, amit látjátok, csak úgy mászkálnak az emberek maszkban, de amint leülnek, akkor már leveszik. Hát megint vissza fogják hozni a korlátozásokat, de egyébként szarra se jó ez az egész. Én azt mondom, ez az én véleményem, melyik úton menjünk. Ez jobban tetszik. Hát az se túl rossz. De ez jobban. Ez piac, mi? Az hát. Enféle sült hús, köröm is van. Kínai étterem? Adok. Enféle tengeri ere. Jó, de halszag van viszont. Katonai bolt. Ide. Innen kellene szereznem egy sok zsebes mi a faszom, egy mellényszerűséget. Ja, itt ahhoz képest, hogy Tokió konkrétan a szívében vagyunk, itt egészen olcsók a éttermek ebben az utcában. Na, szegény Csajci már a nap közepén be van baszva, van körülbelül 4 óra. Ja, tessék, kimonós néni, vagy csak lyukata? Inkább lyukatás. Halacska, már az anyám kerül ebbe. Egy gomba. Az ott az mi az ott az? Olyan, mint hogyha én lenne, de nem vagyok benne biztos, nem én. Nem tudom mi ez, megnézem. Kezd elfáradni a kezemettől a kurva gimbáltól, úgyhogy kezet cserélek. Szóval korona, fasság az egész. Nem hal meg itt, még itt sem annyi ember, hogy itt mindenkit kötelezően kell ilyen oltogatni be mindenféle szarsággal, meg maszkot hordogatni. Közben nagyon szeretne elmászkálni a gimbálom, de miért? Miért szeretne? Nem tudom. Gondolom valami interferál a
Bluetooth-szal itt a sok áru miatt, vagy áruház, áruda miatt. És most jön majd a jó kérdés, hogy hova az anyámba raktam le a biciklet, majd ezt még meg kell keresnem. Szerintem valahol errefelé. A másik, hát fura lyukatás néni. Indián hatása volt, ilyen mohikán, vagy mit tudom én, valami olyasmi. Mik vannak itt? Megint gomba. Mindenki kibaszott gombát árul. Táskák már megint, főleg nők, meg ilyen. Mondjuk ezek pár szerszámos az egész pofás bőrből. Menj ki a képből, mami. Csak a szép lányokat szeretném fölvenni. Mindegy, most szerencsére nincs semmiféle lezárás, kinyitottak a mozik is. Voltunk is a napokban moziban az asszonnyal. Erről készítettem is külön egy videót, csak egyelőre baszott föltenni a YouTube. Lehet, hogy mire ezt a videót felrakom, addigra már sikerül feltöltenem azt is. Ha nem, akkor tudjátok, hogy a kurva anyját a YouTube-nak. Ja, 20 perce megy az a videó, és nem sok semmiről beszélgettem, de legalább megnézhettük körülbelül, hogy néz ki Okacsi Macsi. Nagyon jó, mi? Egyébként szerintem pofás. Írjátok meg kommentben, mit gondoltok Okacsi Macsiról. Azon kívül, hogy az egyik leghülyébb nevű japán hely. Mert egyébként az. És kettő sok ember van. Várjuk meg. Ne várjuk meg. Nem megyek balra. Mert azon az utcán igazából lényegében semmi nincsen. De jó, igazából én ezeket szeretem Tokióban, hogy ilyen Pesten, meg úgy Magyarországon, meg szerintem Európában sincs ilyen összetételű városkép, meg ja, hogy ilyen szűk utcán ennyi áruház, meg kis bolt, meg ilyen, azt tudja, ilyesmi. Lehet, majd benne leszek a helyi újságban, hogy egy tudom, fényképen. Na, ez a papi is fényképezett, a kurva anyját. Mindenki engem fényképez. És egyébként ez egy relatíve megszokott dolog. Szerencsére, hogy sajnos, nem tudom. Kicsit följel vettem a fókuszt. Már hülyeségeket kezdett csinálni. Szóval ez egy relatíve megszokott dolog, hogy itt a hosszú hajú gyereket fényképezgetik, meg megnézik, meg júj. Főleg csajok egyébként. De jó, igazából szerintem ez a kis mászkálós vlog, ez ennyi. És igaz, ja, ilyesmiket várhattok, csak felkészültebb témákkal, hogyha a kinti vlogokat preferáljátok, nem pedig a bentit. Akkor körülbelül ez lesz a vonal, kint flangálok. Jó van, még látom a biciklim, nem aggódok.
hirtelen azt hittem, hogy nincs. Na jó, még azon az utcán még menjünk, nézzük meg mi van. Legyünk. Ez az extra, ez a, az Encore. Szóval igen, ilyesmi vlogok lesznek. Nagyon remélem, hogy relatíve rendesen lehet hallani közben. Gyere, mami. Hát, nem te. Ja. Ha tetszett a környék, meg esetleg amiről pofáztam, de most ez nem is volt annyira lényeg, itt a környékbemutatás volt. Ez igazi. Na várjatok, itt van valami esemény. Mi ez? Ezt még mielőtt kiköszönök, ezt nézzük meg, hogy ez mi ez itt ez. Mert ez itt nem egy megszokott dolog. Halloween getiség? Mi ez? Mi ez? Getik. Mi ez a panda fasság? これね、これ置いてないで、車でこれ持ってこないといけない。はい、これ。Yes. Ja, valami Halloween-i rendezvénynek nézem. Ja, ott a színpad, most látom. Bassza az anyját gitárral a srác. Ja, hogyha itt vagytok, akkor ezt a... Itt vagytok Tokióban, vagy eljöttök Tokióba, akkor csinálcsit mindenképpen nézzétek meg, már csak azért is, mert itt vannak ilyen panda hülyeségek, meg a kis herceg lányka, kis aranyoska. Hat száma a nagyobb rászoknya, na mindegy. Igen. Igazából... Ja. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomassatok egy lájkot, aki nem tette, az iratkozzon fel, kurva gyorsan, mert nagy bajok lesznek. Szevasztok!